Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Bandi bácsi vagyok, ez pedig itt a Túra kerékpár épül című kisfilmemnek a bevezetője. Ezt már akkor veszem föl, amikor a kerékpár már elkészült, és azelőtt veszem föl, mielőtt egy nagy tesztkört tennék. A kerékpár elkészült, passza lett, az építésről készültek videók, ezt fogjátok ti látni, illetve egy nagyon pici, rövid tesztet mentem vele, azóta még került rá egy pár dolog a kerékpárra, amit most már nem fogok megmutatni, hanem majd ennek a filmnek a következő részében, amikor is egy nagyobb tesztkörre fogom elvinni a kerékpár, de erre most nincsen lehetőség, hiszen február van, és igazából most hát a időjárás nem éppen aktuális, de jó idő volt az elmúlt pár napban, előtte meg nagyon-nagyon hidegek voltak, de nem tudom a hangomon hallani, de hát most elkaptam valami nyavaját. Viszont ezt a snittet meg muszáj fölvennem, hiszen kell egy fasz a kezdősnitt ahhoz, hogy a filmet valaki megnézze, ilyen legeket kell mondani. Gondolkodok is amúgy a címén, hogy valami, hogy is szokták ezt mondani, clickbait, vagy mit tudom én, micsoda, szóval valami clickbarát címet adni neki, hogy rákattintsanak, hogy megnézzék az én kis túrabringámnak az épülését, ez a hogyan készült a legfaszább túrabringa, vagy valami hasonló. Vagy ez ilyet még biztosan nem látták a kerékpár. Nem, egyszerű lesz a címe, amúgy túra kerékpár épül. Nem fogok túlzásokba esni. No, és akkor félre ezekkel a címszavakkal is a és az egyéb sallangokkal. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kerékpár épült. Egy olyan kerékpár, ami nekem eddig még nem volt. Ha valakik eddig követték a filmjeimet, akkor láthatták, hogy én mindig 26-os kerékpárokkal kerékpároztam. Tettem meg a túráimat. De azt gondoltam, hogy építek egy 28-ast. Egy teljesen alacsony költségvetéssel, meglévő otthoni alkatrészeimből, amik úgy az évek alatt összegyűltek, felgyülemlettek, illetve néhány új alkatrészsel. Egy ilyen love budget kerékpár, túra kerékpár még hozzá, hiszen annak készült. No, nincs más hátra, akkor kezdjünk is bele. Túra kerékpár épül Bandi bácsi módjára. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Bandi bácsi vagyok. Ez pedig itt egy ilyen szerelős, eszméletlen amatőr videó lesz. És miután kellően kiégettem a szememet a napon, meg megmutattam, hogy milyen fasza idő van így januárban, kerékpárt fogunk szerelni, egy teljesen új gépet fogunk összeépíteni, hát új használt alkatrészekből fogunk összeépíteni. A garázs nem mutatom be. Kellően kacatos, kellően szemetes,
de itt fogunk szerelni, itt van rá lehetőség. A videót több apró snittekből fogom összevágni, ahogy éppen időm engedi, nem pont ma fogom befejezni a kerékpárt, apránként szép. Fokozatosan, ti nektek egy egész film lesz, nekem ez egy ilyen több napon, vagy akár egy-két hónapra elhúzódó szerelési esemény lesz. És akkor a nagy kupacba remélem ki lehet venni azért a kerékpárt. Nagyjából az alapjait összeraktam, de amúgy elmondom, hogy teljesen a nulláról indult az egész. Az alap pedig egy korona nevezetű váz. Ha jól tudom, ez egy Pegasus gyártmány. Használt, ütött, kopott. A villa az egyetlen új dolog ezen a kerékpáron, ugyanis eszméletlenül nehéz magasított villához hozzájutni, akár használtan, akár újonnan. Ez egy csepel magasított merev villa. Nagyjából teleszkóp magasság, ha jól emlékszem az adataira, akkor 460 körül van a beépítési magassága, de ebbe nem megyünk most bele, nagyjából. És akkor nagyjából összedobtam rá már az alap dolgokat. Igazából előbb kezdtem el összerakni, mielőtt megkérdeztelek volna titeket, hogy akartok-e szerelős videót látni, de mindenki, vagy hát elég sokan kérték azt, hogy legyen, úgyhogy lesz, de mondom, ez egy kellően amatőr szerviz, kerékpárépítés, a saját tudásom legjavát fogom adni, ez rettentő kevés, nálam sokkal ügyesebb, nálam sokkal profibak vannak, és ha nem értünk hozzá, akkor inkább menjünk kerékpár szervizbe, az a biztos, de mivel ez most egy építős videó, úgyhogy én most magam fogom szervizelni a kerékpárt. No, elmondom akkor, mi került eddig beépítésre. Van ennek a váznak egy ilyen rejtett valamilyen, ez egy ilyen dinamos kábelezés, ez benne is volt, benne is fogom hagyni. Akkor kezdjük akkor az elejénél, ha már dinamónál tartunk. Sikerült relatív olcsom beszereznem egy régi agydinamós kereket, egy első kereket, egy DH3N20 Shimano nevezetű agydinamó. Úgy adták el nekem, hogy működik, még nem volt időm tesztelni, úgyhogy bízunk benne, ez egy dupla falu felni, majd egy új felni szalagot fog kapni. Akkor maga a villa az tárcsafékes, de én V-fékkel fogom használni. Így ennyit a villáról. Akkor használt stucni, jó kis rövid tetszetős, nem olyan magas, de viszont a villát nem fogom megvágni, úgyhogy teljes magassága meg fog nekem maradni. És akkor egy kormány, ami, hát én 60-as kormányt szoktam használni, de ez most 64-es. Úgyhogy ez is jó lesz nekem. 64 az a hossza, úgymond. Nekem a 60-as az sokkal kényelmesebb. Akkor megyünk tovább. Van benne egy 400-as nyerekcső, maximális hosszal, úgyhogy szépen magasra ki lehet emelni. Van nekünk egy hátsó szimpla falu felnünk. Rettentő olcsón tudtam beszerezni. 1-2000 forintról beszélünk, úgyhogy ez se volt drága. Elvileg már próbáltam, rámegy szépen a 8-as sor. Van egy ütött, kopott Deore hátsó váltom. Elvileg az egy 8-sebességes, ha minden igaz, a pontos típusát nem sikerült még beazonosítanom, de rettentő rozsda ette, úgy kellett megtakarítanom, hogy szép legyen. Akkor négyszög tengelyes középcsapágy, kitakarítottam szépen belőle, rengeteg zsírt kapott, és nekem volt itthon egy régi sünrace, sünrész márkájú, úgyhogy ez került bele. Van még egy
használtam sufniba, de az egy kicsit kopott. És akkor a hajtás, a hajtómű, ez pedig a régi magellánomon volt rajta, emlékeztek még rá, francia kalandok, ott a magellánnal mentem, meg még előtte is a magellánnal mentem. Meg már az Alpokba is, meg Albániába is, 2018-ban is már a Magellánnal mentem, azt használtam, szereztem be azt a kerékpárt, és azon volt rajta ez a hajtómű, ez egy 22, 32, 42, 170-es karhoz, 175 is jó lenne, de 5 mm-en nem fogunk összeveszni. Ez volt most itthon, úgyhogy ez került rá, ez ilyen alu, rettentő könnyű, meg maga az egész bringa rettentő könnyű, minden alumínium rajta. Túragépnek ugye jobb egy kicsit a kromó, meg acél, nehezebb, de tartósabb. Hát nekem most egy ilyen, ez sikerült olcsón beszerezni. Itt vannak nekem nagyjából összekészítve alkatrészek, váltókar, ez fog rákerülni majd XT3x8 sebesség. Vannak fóvdennyeim. Itt van a 8-as váltókar. Ez is nekem volt itthon amúgy. Még régen bevásároltam, hogy majd fölkerülnek a bringákra, de aztán nem kerültek föl. Van egy gyönyörű szép XT váltóm. De van egy nagyon ronda ennek a párja Deore váltóm. Ez is jó lenne. De ez például be volt rohadva, ezt úgy kellett kiszavarítanom, kapott egy valag VD40-et, és rá kellett melegíteni, hogy megmoccanjon, azóta már működik, de nem olyan sikamlós, mint az XT, úgyhogy az XT fog fölkerülni, majd. Illetve a pedáló, bóktán újabb fékek, itt majd kukázni fogunk, van egy gyönyörű szép kormánymarkolatom. Ezt a kormánnyal együtt sikerült megvennem jó áron. Csavaros, majd kiderül, hogy kényelmes. Ez is XLC. Nem tűnik rossznak. Meg egy rohadt egyszerű kis kapaszkodó. Úgyhogy, hát most röviden egyelőre ennyi. Ez itt a kerékpárja, még megmutatom a kereket. Kaptam ilyen fantasztikus kereket, gumit jobban mondva. Ez fog felkerülni, tehát ez nekem, köszönöm kollégának, akitől ezt kaptam. Innova a márkája. Semmi defektvédelem meg egyéb ilyesmi, de nem kopott, nem használt. Ahhoz, hogy testbringet építsek, ahhoz ideális, látjátok, vannak ott még villák, de azok 26-osak, mert berohadt teleszkópom is van. Azt is úgy szereztem, de nem sikerült meggyógyítani. No, hát akkor alapjaiba ennyi. Aztán én itt most köszönök magamtól, de itt folyamatosan látjátok a filmet, úgyhogy már nem fogok így köszöngetni, majd csak így apránként készítem majd a snitteket, és akkor épül szépen lassan ez a korona. És akkor folytatásban eljutottunk a stucni beállításához. Ez még megérkezett nekem a maradék gyűrűm. Hát most még lötyög a kormánycsapágy, vagy hát ez az egész villa kotyog, rotyog. És akkor hát valaki, mondom, tehát én teljesen amatőr szinten fogom elmondani, csak valaki kérte, hogy egy kicsit szájbarágósan is legyen már ez a szerelős, úgyhogy nagyjából elmondom. Itt van benne a rózsa, benne a villába, nem sikerült túl szépen beraknom, de azért beleraktam. Viszont annyira nem lett sorjás, megleszettem, ami úgy nagyon zavaró volt. És a gyűrűket úgy kell felrakni, amikor a stucnit, megpróbálom egy kézzel rátenni,
rátesszük, akkor egy pár milliméterre föntebb van. Nem soka, egy pár. Egy, kettővel esetleg. Még mindig kotyog nekem itt a kormány. Most nem tudom, hogy fogom ezt megoldani egy kézzel. De megoldjuk. Ide helyezzük. Ezt pedig a csavart ide be. És azzal, hogy egy pár milliméterrel föntebb van, nincs itt az állványom, úgyhogy most nem fogom tudni majd beállítani, de nagyjából beállítjuk középre a stusznit. A stusznit egy kicsit húzunk a csavaron, nagyjából, hogy még tudjon mozogni, de már el ne moccanjon. És akkor, miután megtörtént a beállítás, tehát még egy kicsit tudsz mozogni a stusznit, megszorítjuk ezt a csavart, és akkor rászorul teljes gyűrű elmagassága ide, és nem fog kotyogni a kormány, a villa. És azzal ugye, hogy följebb került egy pár milliméterre, én ezt rászorítottam, és ugye a gyűrűk annyit még tudtak engedni, miközben én szorítottam, összép húzódott, megszorult az egész, nem kotyog a villa, tökéletes beállítás. Ami újonnan föl fog kerülni, ez egy Csehági 41-es acélhajtómű. 8 sebesség, 11-32, 11 a legkisebb fokszám, és 32 a legjobb, ma a legnagyobb, ez egy tökéletes áttét 8 sebességhez. És akkor mondok még egy újítást. Mert időközben sikerült olcsón hozzájutnom egy kerékszethez. Ez egy XT-s hátsó agy, és egy... Na hát most a Felninek a neve nem nagyon látszódik. Egy A319 felirat szerepel rajta. Gyengén kopott a futó felület, mármint a fékező felület, még... Azt mondom, elfut nálam egy pár kört. Ez a gumi hozzá volt. Annyi, hogy a belsőt kicseréltem egy autószelepesre, illetve kapott egy új felni szalagot. Ez a hátsó kerék is, ez egy XT aggyal szerelt. Van egy első kerekem még. Ez egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen no-name nevezetű agyacska, vagy nem tudom. És egy... Vision nevezetű felnim van hozzá. Ez is egy kicsit kopottas, nem olyan vészes. Tökéletesen használható még. Ehhez is ugyanaz a Continental Race nevezetű gumi van. Continental Cyclocross Race 35-622-es gumi, vagy 735C. A méret, ezt még nem szereltem át, ebben még a Presta szerepi belső van benne, de azoknak sincsen semmi baja, csak az autószalappal jobban meg vagyok barátkozva, bárhol lehet pumpálni, hogyha szükséges. Ez most egyelőre még várat magára, maradunk a hátsó keréknél. Aki látott már ilyet, annak nem lesz újdonság. Aki nem látott ilyet, annak újdonság lehet. A szereléshez, a fölszereléshez, ahhoz nem kell ez a láncos eszköz, ez leszereléshez szükséges. Ezen volt egy ilyen, ez egy 1130-as CHG, hát az pont le van kopva, hogy HG hanyas, nem tudom, hanyas, na mindegy, szóval ez egy 30-as max fokszámmal rendelkezik, ez nekem kicsi, meg ma amúgy is beszereztem egy újat, úgyhogy az az új fog fölkerülni. A leszedéshez tehát a láncos buzagány kell, ugye visszatartani az ellenforgást, felrakáshoz kell egy eszköz, ami ide megy bele, ide. Ezt kell fölcsavarni, és akkor fönt is van az eszközünk, kell hozzá még egy 24-es kulcs, ide ezt fölvarázsolom,
ma egy nagyon szép hangja van amúgy, és akkor fölkerül a lánc, azaz a fogas kerék. Ezt még hozzáteszem, hogy maga a rotor, az be van így csíkozva, tehát hülye biztosan rá van megcsinálva, rosszul nem lehet felrakni a fogaskerekeket, hogy jól beakadjon. Van egy szimpla, sima, vékony, hát ilyen borda, és utána a szélesek, ezekre lehet rácsúsztatni, kicsit be kell játszani, megtaláltuk, rajta van, és kész. Fölkerül még a legkisebb fogaskoszorú, csak nem állítottam be. Én ezt a kicsit beszoktam zsírozni, kis zsírt teszek, ha állítólag nem szabad, utálok, én azt olvastam, de hát nem szeretném, hogy ide rohadjon nekem, úgyhogy kis zsír elfér alatta, úgyis szorosan meg lesz húzva, tehát lejárni nem fog. Kézzel ennyit enged. Mivel forgás iránynak megfelelően szorítjuk rá, ezért van tartása majd, ha ráhúzok kulccsal, viszont erre felalazítjuk ki. Látjátok, forog, úgyhogy ezért kell a láncos eszköz, amivel visszafogjuk a forgást, és egy ellentartunk úgymond, hogy aztán ki tudjuk ezt lazítani. A hátsó váltókon van két pici csavar hátul, remélem engedi is a látványt a kamera, itt hátul, amelyekkel tudjuk szabályozni, hogy a fogaskerék mennyire menjen be, illetve mennyire jöjjön ki. Ez azért fontos, hogy például ne menjen be. Itt most be is állítottam, látjátok, nagyjából egy vonalban van a legnagyobb áttétel. Itt, hát ezzel majd még lehet, hogy játszanom kell, majd ha fölkerül a lánc, akkor még finomítok rajta, hogy pont jó helyen legyen a lánc vonala, a két fogaskerék nagyjából vízszintben legyen egymással, a legkisebb áttétnél. Hogy meg nem mondom, hogy melyik, mert én ezt megtakarítottam legutóbb az egészet, és szerintem előfordult, hogy fordítva raktam vissza, én soha nem tudtam, mindig megnéztem, melyik csavar melyiket állítja, és akkor utána úgy állítottam be. No, hát majd még haladunk. De már azért szépül a kerékpár, és ugye két pöpec gumival gyarapodtunk. Kopott a fék felület, de tökéletesen használható, még nincs eldarálva, úgyhogy nálam még egy pár szezont el fog vinni. A küllők feszesek, 8-as mentes, mindkét kerék, ezt ellenőriztem, úgyhogy ez egy jó vásár volt részemről, hát a gumik egyenlőre, majd ha beválik a kerékpár, akkor majd úgyis kap egy jobbat. Majd a végén mondok egy végösszeget, hogy mi és hogyan és mennyire kerül, és akkor majd kiderül, hogy Luftputget lesz-e ez a kerékpár, vagy nem. Akkor a folytatásban maradjunk az XT vonalnál. Fölkerül a első váltó. Ide. Egyébként úgy kell beállítani, hogy e fölött. De majd mindjárt fölrakom, és akkor elmutogatom. Föl van csavarozva a első váltó, de még nincsen teljesen odafeszítve. Ez az XT váltó nekem már volt itthon, úgyhogy hát egy régebbi, jó pár éves vásárlás, úgyhogy ennek most összeget nem jelenítünk meg. Úgy kell beállítani, hogy itt az első rész egy pár milliméterrel menjen el a nagy tányér fölött, akkor biztosítja igazán a jó váltást, ahhoz persze nekem azt kell, hogy jó, meg kell most feszíteni egy kicsit ezt a váltót, és akkor nagyjából lejátszani, még egy kicsit mehet lejjebb szerintem. No hát, nem tudom mennyire látható, körülbelül legyen, hát még egy picit tehetem lejjebb. Így, feszül tovább. Hát szerintem ez jó lesz. És beállítjuk nagyjából.
miközben oda csukom az ujjamat, ugye van rajta két csavar lehet állítani, ugye most látjátok a teljesen belső állás, az nekem nem jó, ezt addig kell csavarnom, amíg szinte kijön nagyjából idáig. Persze ezt majd utána fölkerül a lánc, akkor majd sokkal pöpecebben be lehet állítani, most csak nagyjából odaállítom csavarra. És hogy teljesen hibrid legyen a rendszer, ez egy Connex lánc, ez szintén volt nekem itthon, úgyhogy ez sem tartozik majd a felszámolandó költségek közé. Persze valamikor én ezt megvettem, de ez nem most került összegbe. Úgyhogy ez is fog most felkerülni. Én régen nagyon szerettem a Connex láncokat is, most is szeretem, úgyhogy Connex lánc lesz most fenn. Természetesen ebből a láncból is bontani kell. Kell hozzá egy láncbontó, illetve én már kibontottam a megfelelő méretet, ami kell. Én úgy tanultam, és úgy is szoktam csinálni, hogy a alapláncot a hátsó nagyra, nagy fogaskerékre teszem föl, illetve elől a nagy fogaskerékre a kettő láncot egymásra ráfeszítem, és egyet aztán ráhagyok, a megmaradt részt pedig kibontom. Jön nekem egy nagyon jó patentszemem, a Connexnak nagyon jó patentszemei vannak, én imádom, kézzel pikpak ki és be lehet oldani, és nem szakad, tehát erős, tartósak ezek a patentszemek, úgyhogy mindjárt befűzöm a kereket a váltókba, és akkor fölkerülnek. Fölkerül pontosabban. A lánc fölkerült a helyére, nem egészséges pozícióban van, most úgy befeszítettem, nagyjából visszahúzna amúgy a váltó, itt látszódik is, de most ez így jó lesz. Akkor következik a kormányra való felszerelt eszközök szükséges listája, ilyen lesz a kormányszarv, a markolat, két XT váltó, kar, fékváltókar, ezek is hát régebbi befektetéseim közül maradtak itt, de nem kerültek beszerelésre, most viszont ezek is beszerelésre kerülnek, úgyhogy ezeket se számoljuk költésnek, hiszen ezek is voltak régebbről, itt vannak. Feldobtam az első kereket is, mármint a gumisot, a Presta szelepeset, csak hogy valahogy kinézem most már a kerékpár ebben a nagy kacsvaszban, remélem azért látjátok is. Fölkerült a XT kar, a markolat, illetve hát ezt majd még be kell állítani, ezt most csak úgy felraktam. Nem tudom, hogy mondtam-e, de a stucni, a kormány, a fogantyú és a mármint a markolat és a kormány szarv az egybe volt, ezt így sikerült megvennem. Tehát erre szükségem volt, mert kormányom az nem volt, jobban van egy 56-osam. Ez, csak ez nekem rövid. Ez pedig 60, hát én szeretem a 60-as kormányt, lehet, hogy már mondtam, és ez 64-es, ha jól emlékszem, de most azzal a 4 centimmel nem fogunk összeveszni. De kezd kerékpár formája lenni. Viszont fékem, V-fékem nem volt. Húzom a fékpofa is, hát akkor rajta hagyjuk. Muszáj voltam venni, mert most amik már voltak, azok így ide-oda fel vannak dobálva, meg egy-két tartaléknak van meghagyva. Úgyhogy muszáj voltam venni. Sunrace, hogy valami márka azért legyen már ráírva, és ami 2000 forint volt talán darabja. Nem túl sok. Szerintem a munkáját el fogja végezni, hiszen V-fék, technikailag mindegyik egyformán működik, úgyhogy ez kerül most felszerelésre.
Nem akartam ilyen csomagos videót nézni, de hát legyen benne, van ugye a két oldali fék, a fék csavar, de van benne fék pipa, gumi, csavarok hozzá, és még bóvdenvég is van benne, úgyhogy, és még a fékpofák is ott vannak benne, úgyhogy szinte feldobom, és már használható is. Bár még azért bóvden kell hozzá, de az még odébb van. Akkor jöhet a bóvdenezés, ami nem egyszerű. 3-3 méter bóvdent vettem szánrészhez is. Kellenek ugye bóvden végek, mármint bóvden ház vég. Ugye abból is több darab kell. Ugye bemegy a fékbe, bemegy a váltóhoz. Akkor, hát ez egy kicsit más kerékpár átalakítás, mármint váz, de majd kicsit okoskodnom kell, hogy az első váltóvá, de azt majd, ha eljutunk, akkor majd ott, tehát akkor ide is kellene egy, hogy ide bejön a bóvdenház vég. Ez alsó húzású, úgyhogy már ott nagyon nem kell nekem szórakozni. Ide bejön, ide kell egy minit vágnom. Én ugye 3 métert úgy terveztem, mert egy másik váz lett volna a nyerő, amit úgy kaptam. Lehet, hogy már mutattam, hogy fókuszváz, de az repett. Úgyhogy ingyen volt, de nem is tudom felhasználni. Úgyhogy kezdjük is bele a póptenezésbe. Feldarabolom, felrakom, és majd mindig mutogatom, éppen hogy állok. A bóvdenezés folyamatban van. Le kellett szednem amúgy mindkettőt, mert utólag rájöttem, hogy ez egy csavar a szétszedős. Befűztem a bóvdeneket mind a kettőbe, és a bóvdenházakat már elkezdtem felrakni. Egy kis technikai javítás lesz rajta, ami abból kifolyólag van, hogy mindjárt mondom, tehát ugye a hátsó váltóhoz itt jön el, alul, majd itt alul befűzöm, mert van itt neki egy ilyen műanyag vezető rendszer, itt eljön hátul, és akkor majd befűzöm, már az is meg van csinálva. Viszont egy problémám van, hogy mindkét váltóm, ami van, a 31.8-as átfogóval, vagy valahogy így, mind a kettőm felső húzású. Viszont ez a váz, ez alsó húzású rendszerre van kialakítva, és az a gond, hogy nem vegyes egyik se, mármint a váltó, mert vannak olyan váltók, ugye, amik alsó-felső húzásúak, vagy alsó húzású, vagy felső húzású, na, ez felső húzású, úgyhogy egy ilyen technikai csúnyítás lesz, még nincs kész, csak elkezdtem. Itt jön el a bóvdám, és hát lehet kapni plusz bóvdám vezetőket, 1500-2000 forint környékén. Azt hiszem a Kampolongónak van talán, most, hogy így utána olvastam, de most én arra már nem költök, hogy egy nagyon csúnya megoldás lesz, és fekete kötegelővel fog felkerülni, egy ilyen hosszú, végig fogom vezetni az egész bóvdenházat. Itt fog kibukni, mint nem sokára megmutatom, és akkor itt fog lejönni, és húzni el a váltót, majd ha állítom, egyelőre még csak bekötöm. Itt láthatjátok, itt jön a első váltó, és hát nem sikerült túl dizájnosra, majd még gondolkodok rajta, hogy hogy legyen szép, de egyik problémája van, hogy itt középen mozog, és kerestem volna tépőzelet, mert úgy emlékeztem, hogy volt itthon, de nincsen, mert akkor egyet ide raknék, és kész lenne, de alapjában véve az a terv, hogy itt úgyis lesz egy táska, most nem tudom, hogy ilyen hatalmas, egy bypacking szerűség, vagy csak egy ilyen kis egyszerű kis mini táska, mondjuk az van itthon, azt ide rögtön fel is tudnám tenni, ez már is nem lötyögne. De ugye még itt jön majd el a fékem is, a hátsó fék, ami ide jön. Ebből van ide.
Úgyhogy, tehát itt jön a első váltó, itt van egy ilyen keresztfogás, meg itt van egy leszorító még, hogy ne tudjon elmozdulni jobbra-balra. Hát messziről nem látszik. Fekete-fekete, közelről látszik, és csúnya. Most, hát a funkcionalitás a lényeg, mert mondom, azért valamennyire lovpucsetbe dolgozunk. Megosztottam mostanában egy pár képet, hogy hogy haladok a kerékpárra. Borotválkozom se általán, de ez egy másik történet. Szóval, hogy haladok a kerékpárral, és akkor sokan írtatok, hogy hú, micsoda felszerelések vannak rajta, de itt a alkatrészek nagy része, tehát ami úgy tényleg fontos, azok nekem itt voltak. Voltak, régen ugye betáraztam, hogy majd felrakom, majd építek egy jobbat, de nem építettem, tehát jó, annó nekem ez kiadás volt, de jelenleg most ez nem kerül pénzbe. Tehát ezt én most felrakom, mert vannak. Úgyhogy azért van rajta XT, mert én annó 5 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt én ezt megvettem, hogy majd beépítem, de nem tettem meg, úgyhogy most felrakom. Azért van itt ez az XT első váltó, mert annó én azt úgy gondoltam, hogy felrakom, de nem raktam föl. Van egy ütött kopott Deore hátsó váltó. Tökéletesen működik. Működne. Majd beállítom. Elvileg működik amúgy, bízok benne. Ez egy kicsit ütött kopott volt, ezt meg kellett takarítgatnom, hogy meg zsírozgatni egy kicsit, hogy tökéletesen működjön. De itt volt nekem a régi Magellánról. Régi Magellánról a hajtómű, ami egy Altrix. Akkor itt volt nekem a monoblokk, ami szintén be van rakva. Vettem, hogy majd, ha esetleg kell cserélni, akkor legyen. Úgyhogy azért nagyon sok minden nekem az itt kéznél volt. Na. Fűzzük be akkor a váltókat. A bóvtent. És akkor be van állítva a váltó. Nagyjából, majd még terhelés mellett ezzel jobban meg kell nézni. Mivel néhány kezdő kerékpáros, vagy egy kezdő szerelő kérte, egy kicsit részletesebben is magyarázzak, nem, eddig nem vittem túlzásba a részleteket, most se fogom, de azért valamennyit azért elmondok. Búven beállítjuk a váltónak a alsó állását, egy szintbe a kis fogaskerékkel, beállítjuk a váltónak a magas állását, hogy ennél tovább ne tudjon beljebb menni, ne essen be a küllők, az ugye ehhez szolgál itt ez a két kis csavar. Állványom van a kamera, úgyhogy nem tudom mozgatni. És a bóvdent beállítjuk a váltót a legnehezebb fokozatra, jelen esetben nálam ugye 8-as. Alsó fogaskereken van itt a lánc, megfeszítjük a bovdant, meghúzzuk, és akkor utána, na nekem ugye állítva van, na, tehát alsó álláson van a lánc, és akkor itt oldalt van egy kis feszítő, ott az. Azt lehet, azzal lehet még állítani a feszességet, ha befele csavarjuk, akkor a váltónk az befele, vagy ha kifele csavarjuk, akkor pedig kifele jön a váltónak a fogaskeréke. És akkor ezzel lehet még finoman hangolni, ilyen negyedeket kell forgatni, hogyha sokat nagyon nem vált, akkor értelemszerűen sokat, de amikor már csak finom hangolás volt, akkor már csak ilyen negyedeket, és akkor nézzük magát a váltást. És beleír az első váltóba, azért van ez a hang.
No, ez szinte tökéletes, ezt most már terhelés mellett kell majd egy kicsit még finomítani. Én nem szeretek állványon pöcre beállítani, mert úgy se lesz jó, tehát rájuk mindjárt meg megfeszül a lenc, akkor már is egy kicsit másképp viselkedik az egész. Hátsó vártó akkor fogjuk rá kész. A bovdant még elnyisszantam, és akkor kap egy bovdant véget. Eltelt egy pár nap, nap is kisütött, látjátok, besüt a garázsba, és történt egy kis változás. Én fél órákra tudtam kiugrani a garázsba az elmúlt napokban, sajnos a nagyobbik lányom az most nagyon lázasan beteg, úgyhogy ő most foglalkozós is. Most egy kicsit ki tudtam jutni, és akkor elmondom, hogy hogy állunk. Tudom, hogy szerelős videó, de most ezek így kimaradtak, de fölkerültek a bóvdenek. Minden bóvden fölkerült. Fék, illetve a váltó bóvdenek is. Azt hiszem legutóbb talán a váltó bóvdeneknél tarthattunk, illetve a hátsó váltót mutatva, hogy milyen fantasztikusan vált. No, azt mondja, van nekünk egy első fékünk. Suni race, sunrész. Hogy szépen nem angolosan mondjam, aztán beállítva egy mini, nagyon mini 8-as van ebbe a külső, vagy hát ebbe a kerékbe, nem vészes, szépen be lehetett állítani a kerékhez a V-féket, akkor, ha már itt elől vagyunk, akkor mutatom a villa típusát, valaki kíváncsi volt, mikor felraktam a képeket. Ez az egyetlen új dolog a kerékpáron, mondom, semmi más, minden más használt, illetve még a sunrész fék, ami új, mint alkatrész. A bovdeneket nem mondom, mert ugye azt cseréljük, akkor ott mindig újat rakunk fel, használtat, nem? No, akkor ugye van nekünk két XT fékváltó karunk, és mint mondtam, ezek nekem voltak, tehát ezek értéket most jelenleg nem képviselnek, hiszen már több éve porosodnak itt nálam. Nem is emlékszem már, mennyi vettem meg őket. A gyűrűk, amiket még kellett vennem egy párat, hogy tökéletes meglegyen, és akkor haladunk tovább. Két váltón van itthon. Első váltón egy XT és egy kis rozsdás, de tökéletesen működő Deore Elix. Ez a Deore Elix váltón, és az XT-vel van egy kicsi problémám, és akkor azt mindjárt mutatom is a kerékpáron, hogy most már be van állítva, és amit látjátok, a Deore váltó került fel, ugyanis a XT váltón az nem jön ki ennyire tökéletesen távolra, illetve van egy kis holtjátéka a nagy tányérnak, úgyhogy tekerés közben, a hiába maximum volt kinn a XT-nak a váltója, beleért mindig a lánc, úgyhogy hát kísérletek voltak, úgyhogy ezeket én föl se vettem, mert azok engem is mérgelődésre késztettek, de megoldottam a problémát. Ezért jó, hogy két váltóm is volt itthon. Úgyhogy az Elix került föl, úgyhogy szép párosítás. És most már tökéletesen teszi a dolgát. A fölváltás most nem tudom, hogy előre kéne tekerni. Úgyhogy szép párosítás, egy XT váltó. Hát fölfele már nem fog menni, mert hajtani is kellene. Aha, igen. Szóval, hát ezt most nem tudom megmutatni, mert nincs itt a kameraállvány. Úgyhogy haladjunk akkor tovább. Van nekem itt egy elektromos kábel. Egy rejtett vázon belül megy, itt jön a másik vége. Ez egy agydinamós kerékpár volt, úgyhogy van nekem egy agydinamós kerekem is, úgyhogy majd azt is kipróbáljuk majd, ha sikerül még beszereznem hozzá azt a cuccot, amire nekem nagy szükségem van, ugye egy elektromos átalakító, amivel majd lehet powerbankot tölteni.
megyünk tovább hátrafele. XT kerekecske, aki most nem forog, mert sikerült leszorítanom a fékbóvdent, úgyhogy a állványa, úgyhogy behúztam a féket, úgy is maradt, meg sem moccan. Egy hátuli szánrész. A fékek. Egy HG41-es 8-as sor került fel. Ez új természetesen, ha jól emlékszem, 6000 forint környéke volt. Hiszen ha már építünk, akkor próbáljunk meg valami újat is föltenni. Ami kopó alkatrész, és akkor itt van egy Deore váltónk, ami szintén egy kicsit rozsda ette, de már nagyon szépen sikerült megtakarítanunk, úgyhogy teszi a dolgát tökéletesen. Látjátok, kopott, stb. De kit érdekel, hiszen teszi a dolgát. És akkor fölkerült egy szintén kopott, tökéletes Shimano Deore Elix pedál. Akkor megint elismétlen, biztos már mondtam egy pár dolgokat, azért elnézést kérek. Van nekünk itt egy hajtóművünk, ami egy Altrix Basic. Ez is nekem itthon volt, a régi magellánomon volt rajta, biztos mondtam már. És akkor a gyöngyszemem, viszont ez az ülés. Ez egy Shelle Italia Trans AM. Az egyik kedvenc ülésem, bőrülés. Nagyon örülök, hogy sikerült hozzájutni. Nehéz volt beszerezni. Nagyon régi fajta ülés, bőrülés. És rettentő kényelmes. Úgyhogy ez még egy extra dolog itt a kerékpáron. Ennek még volt egy ára, erre muszáj. Megláttam, és nem tudtam azt mondani, hogy nekem nem kell. És akkor, ami úgy csúnya megoldás, még visszatérve az első váltóra, nem, pár embernek biztos feltűnt, és még nem kommentálta be, akkor most már talán meg is magyarázom, hogy mind a két váltóm, ami van, az felülhúzós. Viszont ez a váz úgy van kialakítva, hogy felül nincsenek ilyen megfogói, hanem alsó bóvden vezetésű a váltó is, hátsó váltó is, meg az első váltó is. Viszont nekem mindkét váltóm, ami van, az felülhúzós, nem lehet macerázni a bóvdent rajta, úgyhogy muszáj voltam nagyon csúnyán megoldani. Messziről amúgy nem vészes, közelről meg ne nézze senki. Meg ettől olyan egyedi az egész, marha jól néz ki így a kerékpár. Mindjárt kirakom egy kicsit a napfényre. Na és akkor gyönyörű napsütésben a kerékpár. Az így néz ki a hátsó udvaron. Szerintem szép lett. Kellenek még rá dolgok, de az első dolgunk majd egy tesztkör lesz. De az majd valamikor. Még úgy sincs vége a filmnek, legalábbis terveim szerint még azért még lesz egy kis próbakör. Egy kis szépítgetés, egy kis finomítgatás. Kihoztam már a kerékpárt egy gyors próbakörre. Itt vagyunk az agyva mellett a apci vagy sejpinek csúfolt gátnál. Menjünk egy kicsit. Nem ez lesz a főben mutató, most csak kipróbálom, hogy milyen, de amíg idáig kijöttem, az egy élmény volt. Úgyhogy röviden útközben mondok egy kis élménybeszámolót. Természetesen lesz majd egy ennél hosszabb is. Mely nem sokára, ami nekem később lesz, de nektek egy pásnit után. Na menjünk akkor!
Közben mutatom körbe a tájat, február 1-e van, és gyönyörű, szép, tiszta idő, a apci kőfejtő is gyönyörű szépen látszódik odafönn, ott van Petőfi bánya, és gyönyörű, szép, tiszta, szeles időnk van, és az első benyomások a kerékpárral, hogy bizony, rettentő kényelmes így kézmagasságra, úgyhogy nincsen megvágva a villa, tehát az a kézmagasság nekem pont jó, semmilyen magasítót nem kell rá tenni. A gyerekek gurulnak, bár maga a gumi, ami rajta van, az egy kicsit öreg, úgyhogy az majd cserés lesz, de ilyen pár kilométerekre azért itt a környéken jó lesz. Közben egy kis kavics rengeteg, egy kis fagyos sár. Kimegyünk oldalra. Hát ezek ilyen cyclocross glumik, úgyhogy erre a terepre pont ideálisak. És nagyon váltanom sem kell. Bár azért kicsit ki kell tekerni ezt a kavics rengeteget. Kíváncsi leszek majd, hogy hegyen milyen élmény lesz majd fölmenni. Az első igazi próba tétele majd a szokásos bemelegítő köröm, ami itt van balra tőlünk a Mátra. Majd egy egyszerű Petőfi bánya Rózsaszent Márton Szücsi apc karikával fogom majd teljesen felavatni ezt a kerékpárt. Az első benyomásom róla, hogy a váltót is tesztelgettem. Kicsit játszani kellett a első váltóval, a hátsó pöpec, tehát mint egy XT1-et kattintok, és ott is van, nem kell tovább emelni rajta. Viszont a első váltó, az ugye egy kicsit ugye meg lett buherálva, mármint úgy értve, hogy nem XT került föl, illetve úgy lett kicsit átalakítva a bóvdenezés, úgyhogy ennek köszönhetően egy kicsit fölváltásnál, tehát amikor kis tányérról középső, mondjuk az még működik faszán a középsőre emelés, nagy tányérra egy-két fokozatnál úgy erősebben rá kell emelni, hogy megcsinálja a dolgát, de egyelőre tökéletesen teszi a dolgát. Egy habkönnyű alul kerékpár. Időközben jött be egy kérdés a kerékpárral kapcsolatban, és tényleg jogos kérdés, erről majd fogok majd még később beszélni, de most azért röviden tömören, tehát hogy miért ilyen kerékpár lett építve, meg stb. Ugye 28-os kerékpárom nem volt, én mindig 26-osra bringáztam. Ezért gondoltam, hogy építek egy 28-ast, hogy miért aluváz, az nagyon egyszerű, 7000 forintért vettem, a lehető legolcsóbb próba kerékpárt akartam összehozni. Otthon meglévő összegyűlt alkatrészekből és egy-két plusz kiegészítő megvásárlásával. Úgyhogy nagyjából a kérdezőt meg is válaszoltam, hogy miért ilyen váz, meg stb. Stb. De erre majd azért ki fogok térni majd a legközelebbi próbánál, a nagyobb próbánál, hogy egy kicsit az időjárás is jobban engedi. Faszabringa lett. Kényelmes amúgy ez a kormányhoz kapott XLC marok váltó is, igaz, hogy most kesztyű van rajtam, de tegnap sikerült azért mennem puszta kézzel is rajta, és erős szél van, mondjuk tegnap is erős szél volt, csak hát na, most egy kicsit puhányabb vagyok, vagy kim vagyok a gáton, úgyhogy fasza a kerékpár, meg kell mondjam, hogy fasza lett a kerékpár. A helyszín ugyanaz, itt a Zlagyva partja, viszont nem a hosszú túrafilm következik, ahogy láthattátok, egy órával ezelőtt körülbelül a bevezetőben. Ő az majd később fog megvalósulni, viszont valahogy le is kell zárnom a filmet, úgyhogy már megszerkesztettem a filmet, most még csak ilyen apróságokat kell majd beleraknom, például, hogy mi mennyibe került, hogy tényleg lov budget, azaz, hogy alacsony költségvetésű lett-e a kerékpár. Most össze is írtam,
itt van nekem papíron, úgyhogy az lesz majd az én kis itinerem. Ezt így fel is olvasom, ilyen hírben mondó gyanánt, és akkor együtt közösen kitaláljuk, hogy olcsó volt a kerékpár, vagy nem. Hozzáteszem, hogy tényleg már többször is elhangzott a filmben, hogy sok otthoni alkatrészem volt, amit nem kellett megvenni, hiszen évekkel ezelőtt vettem meg. Magának a túra kerékpárnak a építése olyan ősz környéken fordult meg a fejemben, és apránként szereztem be hozzá az alkatrészeket, tehát nem egyszerre kellett ilyen nagyobb kiadást tennem azokhoz az alkatrészekhez, amiket meg kellett vennem. Na nincs más hátra, mint hogy akkor vegyük elő az én kis itineremet, és akkor puskázni fogok, és akkor kezdjük azzal, hogy a váz az 7000 forintba került, ez egy alúváz, 53-as méret, nekem egy kicsi, de egy magas üléscsővel ezt kompenzáltam. No, tehát egy alúváz 7000 forint. A villa, ami teljesen zsírúj, ugyanis használtam, nem tudtam beszerezni magasított merev villát, úgyhogy ez 25000 forint, ez egy csepel villa. Akkor kormánycsapágyat szintén kellett vennem, ez is zsírúj, 3000 forint. Ha valaki esetleg előbe kapta a számítógépet, akkor pötyögheti be, de amúgy összeadtam én is, de lehet közben számolgatni. Akkor menjünk tovább, azt mondja, a kormány. Nagyon mákom volt ugyanis a kormányt, a stucnit, a kormányon lévő XLC markolat, illetve a kis kormányszarv, ez mind összesen 7000 forintomba került. Úgyhogy ez egy nagyon jó vásár volt. Természetesen ezt is használt. Az üléscsövem az egy Kellys használt, az 4000 forintomba került, de olyan, mintha új lenne. Az ülésem az már egy drága dolog volt, de megláttam és én imádom ezt a típusú ülést, Trans AM ülést, nem egy mai darab, 2000-es évek környékén jött ki, ez sikerült most elég szép állapotban beszereznem, ez drága volt, 14000 forintba került. A kerekek, amik fenn vannak, párba vettem használtan, gumikkal együtt, belsővel, belsőt is kiemelem, mert drága amúgy a belső, tehát használható belsővel, használható gumival, a két kerék volt 14000 forint. A fék, a szánrész fék, amit újonnan kellett megvennem, hiszen V-fékem nem volt otthon fölöslegben, ez 2000 forint volt, az összesen 4000 forint. És akkor van még olyanunk, hogy Bovden házak, ezeket újonnan kellett beszereznem, a hozzátartozó végeket, az kb. 3000 forintos költséget tett ki. Ezeket ha összeadjuk, akkor megkapjuk, hogy 81000 forintot költöttem el. A keretem amúgy 100000 forint volt, ennyit szántam a kerékpárra. 81000 forintot költöttem rá. Természetesen a többi meglévő alkatrész, amiket nem soroltam fel, otthon voltak. Azok is valamikor pénzbe kerültek, de most jelenleg nem számítanak. Mondjuk ha hozzáadnám, akkor azért már sokba lennék, de már nem emlékszem, hogy mennyit vettem. Két összeget még hozzá kell adnunk ehhez az összeghez, ugyanis a film elején láthatod a két olyan kereket, ami végül is nem került beépítésre, de megvettem. Az egy agydinamos első kerék. Igen. 5000 forintomba került. Alapvetően jó vásár volt, de még nem tudtam kipróbálni, hogy működik-e az agydinamó, de ki fogom próbálni, hiszen jó szolgálatot fog tudni tenni, hogyha tényleg tökéletesen működik, és tényleg úgy adták el nekem, hogy működik. Illetve volt egy szimpla falu hátsó felni is fönn, ennek az összege 2000 forint volt, tehát 7000 forinttal még megdobjuk azt a 81000 forintot, akkor az azt jelenti, hogy 88, tehát kerekítsünk föl, és akkor még egyéb apróságokat, amit esetleg vettem, de nem adtam hozzá, akkor maradjunk annyiba, hogy 90000 forintomba volt ez a kerékpár. Akkor most jön az a dilemma, hogy
hogy olcsó volt-e a kerékpár, vagy nem. Tehát nekem ugye kiadásomban ennyi volt. Ha fölmegyünk Facebook Marketplace, akkor nagyjából hasonló árakban, tehát 90 ezer forint környékén már lehet kapni túra kerékpár. Nem feltétlenül olyan felszereltséggel, mint amivel ezt én megcsináltam. Kicsit alja kategória, vagy kicsit jobbnak hangzó XT valami, de hát én azt mondom, hogy jó árba volt. Mert azért nézegettem, tehát jobb kerékpárok, tehát hasonló tudással, mint ez, olyan 150 ezer forint környékén mennek. No mindegy, én azt mondom nektek, hogy döntsétek el ti, hogy low budget, azaz olcsó kerékpár lett, vagy nem. Közben még kerültek rá dolgok, ilyen sárhányó csomagtartó, de még mindig nem teljes kell rá világítás, illetve prizmák. De hát ez akár másik kerékpárral is átszerelhető, az otthoni, hát 26-os Univegámról vagy Magelláról, ami most már gyerekordó kerékpár lett. No, ennyi volt a túra kerékpár. Épül, szépül, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy zárjam ezt a filmet, és akkor egy nagy tesztkörre várlak titeket a következő részben, amivel nem az lesz a cím, hogy túra kerékpár épül, hanem valami frappánsat majd kitalálok. Köszönöm, hogy végignéztétek, köszönöm mindenkinek, aki eljutott idáig, hogy végignézze a filmet. Az idei túrák pedig hamarosan beindulnak, és ha valaki tovább gondolja a dolgokat, és szeretné támogatni a jövőbeni túrákat, a jövőbeni túrák létrejöttét, ami nekem amúgy hatalmas nagy segítség tud lenni, az itt a videó alatt is, illetve a legtöbb túra videóm alatt is talál egy linket támogatással kapcsolatban, olvassa el honlapomon, és bármi nemű kisebb segítség is. Segítség! De ha csak kapok egy lájkot, illetve ha már végignéztek a filmet, már megérte megcsinálni. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Bandi bácsi voltam. Sziasztok!